voltam. 14 HP-t öltő. Atya, úristen. Szerintem az kevés lesz. Ha bármire is. Ó, a röpködős nénikédet, azt. Hello, egy bizonyos... Nem tudom én mit keresek. Ja, hát itt vagyunk a szökőkútnál. Akkor Zsanett! Zsanettal van... Ó, itt van a... itt van az Echo. Már mondom is. A szublimáció. Nem kell resztelni, protip. Ah, itt változtatják át az Eulalia Liliát. Emberi alakból. A nagy hárpiává. Vagy mivé. Várjatok, az Eulalia, ugye akiből a gonosz hárpia lett, az valamiért bosszút akart állni a Marissán, akit ugye jöttünk megmenteni. De min vesztek össze? Vagy mi miatt akart? Hárpia ordítás, oda van írva. Ha. Szóval, hogy mind rágod be az Eulalia a Marissára. Tudja, hogy pasi. Elvitte a pasiát, ezért ő örök bosszút és egyebet esküdött. Na most játszottam már pár videójátékkal. Ez kezd olyan lenni, mint egy boss fight felé közeledő szituáció. Amúgy jól néz ki, tehát, hogy így ezzel nekem nincs problémám, így ennyit tudok egyelőre hozzátenni. Gyanús, hogy itt viszont nincsen senki. Orákulum. Or. Telenovellás? Hát jaj, lehet, de egyelőre ennél több információval nem rendelkezem az ügyel kapcsolatban. Aha, ez a túloldalról nyilatkozik. Azt mondja, hogy Voyage of Nefuldok. Witness the sea's dangerous traps and furious beasts in Voyage of Nefuldok. Ott van. A Tentikölök támadása című jelenet. Princess Stella, witness a tale of love, hatred, and infatuation in the ancient royal household, in the most romantic love story of all time. Aha, most romantic love story. Na miről szól a kép? Ottan van a csáje, akinek van egy szeretője, az ágy alatt megbúva. Közben köszönöm a követéseket. Tehát van egy hivatalos udvarlója, meg van egy, aki csinálja. Már lehet, hogy az udvarló is. Jó. Nagyon szép történet volt. Igazi love story. Best story ever. Vörös fény szűrődik ki az ajtó alól. És speciális kulcs szükséges. Hát, mit nem mondasz? A vörös lámpás negyedhez. Jó. Jó napot kívánok, én ide, nekem jegyem van, tehát alapvetően igen.
Scared Bell Cantor. In the middle of the porcelain painting is a full-length portrait of Eulalia. Her figure is uniquely beautiful and her face is covered by a gorgeous big mask, making it difficult to see her clearly. The stronger the song stress Eulalia with a voice of beautiful as a 100 flowers in bloom, and so moving it brings listeners to tear is back. Tehát, hogy ő egy művésznő volt, ez az Eulalia. Akkor lehet, hogy itt nem valami pali van a háttérben, hanem karrierista irítség. Ez ugyanaz, nem? Tehát lehet, hogy a Marissa is valami előadás is ja. Hon vagy, lányom? Hello? Szevasz! Az anyád, kíves úristen, itt gyere én! Úgy. Na. Nagyon jó. Lehet, hogy Pali is van az ügyben. Lehet, hogy itt minden van az ügyben. Ez nekem gyanús. Ez nekem gyanús. Itt nagyon ördögi, sátáni dolgok vannak. Fejezve az imádkozást az ördöghöz. Ez vezet a pokolra, te szemét. Ezért változtál, lett farkassá. Hülye. Na, bocsánat. Láda. Kérdések. Tehát, hogy ezen az, hogy rátugrani, talán nem az a legnehezebb szituáció a videójátékban, de ha átugrok, akkor elcsalom itt a helyzetet? Vagy alapvetően tényleg így átugrani kell ott? Jó, itt nézzük meg még milyen maszkokok vannak, meg lootokokok. Nagyon szép, nagyon szép. Ho-ho-ho, ott van valami. Brilliant star, an important item. Állj. Az mi azaz? A record stone of a star song's single brilliant star. This is a star, right? Contains a promotional message that reads. Lehet, hogy ezért jöttünk? Kétlem. Jó, másik irányt még megnézzünk. Honnan tudtad, hogy most fejeztem be az esti kakaót? Hát, ismernek már téged. Who sent us that? Is it Marissa? Yes! It's Marissa! Jaj, bocsánat, jaj! Meg akar ölni, halkabbra vettem egy picit a játékot, de ijedtem be csak, mert már a mikrofont is leütöttem, bocsánat. Hát a levegőbe kaptam. De hát itt nem tudok tovább menni, Mónika. Milyen kill jó, meg miről beszélsz? Most már tudok menni. Jaj, persze, még egy farkas tegyél ide. De miért kell ez a ordibálás, drámai helyzet, meg hasonló? Fullosan kamu. Fullosan kamu. Itt jött egy hárpi amúgy. Ezek a hangeffektek amúgy kihoznak az életből. Dodge! Nem itt? Itt? Persze, mellé üsse, persze. Véletlen semmi akar minket felrobbantani.
teljesen megzabolázott idiót. Na ez, ez a kamu, ez a kamu. Fúj, de undorítóak ezek a hülyeségek. Na most van gond. Nyom már be a healt, hát hányszor kell megnyomni meg? De ne akarja megölni. De háború szeretkez, vagy hogy van a híres... Hát ilyen. We shouldn't be able to reach here. Oké, túléltem. Haj, de rosszul. Komolyan? Ez most komolyan? Jó, kösz. Ez oké, hogy elkap, de hogy utána, amikor kiköp, nem tudsz semmit sem csinálni, így áll egy helybe a karakter, és így hiába nyomok se... De... Fú, az ilyenektől vagyok ki amúgy. Ez meg... Bocsánat, de... Ezt most futhatok meg itt végig a őrjöngő hülye... Ó, édes Istenem. Lealkítom. Már halott voltál, mire kiköpött? Egy HP-n volt, azt írta. Legalábbis én azt láttam, de természetesen lehet, hogy tényleg halott voltam, csak... Kösz. Tehát, hogy... Ahogy? Azt hittem, hogy megint lesz az ordibáló. Jó, Meldorf. Ouch. Te mozdulj már meg! Hát hihetetlen! Semmi gond. Szóval akkor ezt a ládát nem nyitjuk ki. Azt ott. Ojjaj. Én meghűlök komolyan. Ezt... Miért nem lehet egy dodge-ot beadni, amikor megnyomja a hülye játékos? Nem varázsolsz, nem? Jó, 15. szint, és ez a shortcut vissza. Ugye ezt az ajtót nem tudtuk kinyitni. Ó, de ide, itt is lehet menni. És ezeket még nem láttuk. Azt mondja, hogy The Conquest. Once heralded as the greatest absurdity, the classic epic, The Conquest returns to the stage once more. Tehát egy griffin-szerű valami, és egy lovag harca. Jó. Csodálatos darab lehet. Csak a mozikba.
Mindenféleképpen be kell majd mennünk ott azon a részen, de még itt fönt is egy picit szétnézek. De ha megint megesz egy láda, akkor mi a mondom, hazamegyek. Pedig itthon vagyok. Aha, itt egy ziroda vagy valami ilyesmi. Biography of Theodore. Most of the pages, igen, Theodore was neither handsome nor majestic, but statues depicting him are embellished. Jó. Ott nincs semmi. Singer's Journal. Aha. Hallotta Aureliát és Marisset veszekedni. Publius nem állt az útjukba ezúttal. If you ask me, Publius brought this on himself. If one day he got torn apart and swallowed by those two women, and when it come time for him to face the magister's judgment, he would have no chance to defend himself. I used to like Star Song, and as a singer, I loved their performances, but Publius couldn't maintain that beauty. Oké, tehát mind a kettő egy előadó művésznő volt ezek szerint, és emiatt ment a rivalizálás. Holnapi hosszú napom lesz, jó pihenést, Fexips, nem tudom, hogy szereted, ha mondják a neved, de köszi. Hogy voltál, és jó pihenést. Még egyszer. Na, itt fölveszünk ilyen daggereket. Aha, itt van ilyen növényzet, amúgy ezt majd remélhetőleg egy napon el tudjuk onnan venni. Oké, a táncosoknak a naplója. Megégette a tűz a színpadon. Just thinking of the screams echoing through the theater, I hope the priest there can... They can heal her. Ó, tehát valószínűleg... Of course I didn't like her, she is a vicious, arrogant woman despite her perfect voice, but no performer should suffer like that. I also heard that the accident had something to do with Marissa's cursed styrite. I didn't expect that a talented woman capable of writing such moving song could be so cruel. It's terrifying. I'll have to ask my agent to check the gifts I got from my fans recently. Ezek szerint a Marissa valószínűleg valamilyen darab író volt itt, vagy nem tudom, hogy pontosan, de szerintem ő is. De hogy történt egy baleset, amiben megégett a Chaisi. Mármint nem a Marissa, hanem a másik. First Administrator. Igen. Calvi. Jó. De? Nem, nincs láda, nem. Jó, és akkor itt lent kellene nekünk menni. Ha minden igaz. Ezt nem tudom kinyitni. Slagy. Még bentem? Én nem merek, hát ott bent lesz a sipítozó nő. Ezt már kimerjem nyitni? Félek kinyitni a ládákat, hát megöl mind. Szia Milán, hello. Hogy tetszik az új játék? Nem rossz, vannak bibijei. De nem rossz. Jó. Stage of Feathers. Aha. Tehát ez a lift fel fog vinni a boss fightra. Ezt így jól tippelem, mi? Jaj, ne.
kicsit sem gyanús, ráadásul feathers. Jajjaj. Vajon amúgy... Mit szeret? A hideget? Halkabbra veszem. Ott van? Aha, mindenki énekel. Na, persze. Amúgy szépen néz ki, meg minden. Boss fight. Ha! Eulalilia! Oké. Na jó, ezt ne. Ez fájt. És hogy fogom megtámadni? Fogom megütni. Aha, tehát így. Hát ez így el fog tartani egy darabig. Lehet, hogy kellett volna használnom a képességemet, mint olyan. Nagyon táncolik. Horgószeleket csinált. Hogy lett nálam a kalapácsom? Menekülsz. Ouch. Persze, hát a legjobbkor sikerült hílelnem. A hangeffektek össze-vissza hangerőn, ez zseniális. Az jó, hogy a kicsiket nem sebzi amúl. Ja nem, az kicsit szemétség. Ja, és még közben nyomod ezt. Aha, oké, oké. Értelek. Jó, nézni kell a földet, hogy hova varázsolja a cuccost. Jó, az meghalt. Nagyon fogy a HP-t öltöm, sajnos. De mozog ki, mondd meg! Nem hiszem el, hogy nem lehet azt nyom...
Na ez nettó szemétség. Tehát semmit nem csak így áll a karakter, és nyomod a hátrafelét, meg a dodge-ot, meg a mindent, és semmit nem csinál, és ott van, látom, hogy van staminám, meg minden. Na ez a nettó parasztság a játékban. Ez az, ami nem jól működik. És amiatt meghalni, hogy egyszerűen nem azt csinálja, amit irányít, az annál idegesítőbb nincsen. Annál nincs idegesítőbb. Ja, és ugye úgy működik a játék, hogy nincsen... nem maximalizálva van, hogy mennyi HP-t töltöd van, ha? Nagyon jó, mert most ugye nincsen annyi HP-t töltünk, tehát marad 6 HP-t töltöm arra, hogy megcsináljam a boss fight-ot. Fú... És amúgy nem haladtunk szerintem rosszul a fight-tal. Most ez miért van zárva? Nézem, az az ajtó. Jó, nem az az ajtó. A storage-ben még biztos van, de nem vesz ki onnan magától. Ja, és akkor teleportálgatnom kéne? Ezt biztos, hogy nem fogok teleportálgatni. De ez mondjuk meg egy hülyeség. Tehát akkor miért nincs a közelbe, vagy a izénél miért nem lehet felrisztokkolni? Van, gyere, sipítsál! Nagyon rossz, Jézusom, és de ezt, tehát ilyenkor ezt nem értem meg, hogy ez hogy maradhatod benne a játékban? De most komolyan, tehát hogy maradhatott egy ilyen hangbug a játékban? Azt nem mond nekem, hogy ezt nem tesztelték ezt a játékot, tehát hogy nem játszottak vele a készítők, tehát ez még tesztel se kell. Ugye ezzel a támadással meg az a baj, hogy kiszámíthatatlan, hogy hova érkezik a cucc. És megint egy helyben áll a karakterem, nem csinál semmit. Hát baszd meg. Már bocsánat a szó használatért. Képpen tetszik, hogy ő rá meg nem hat a többi enemire meg nem hat az, ami történik. És össze-vissza dobálja nekem a kamera lockot, vagy target lockot, vagy hogy mondjam magának. Jó, nincs több HP töltőnk.
És nem. Nem. Hát elfogyott a stamina nyilván. Jó, hát ez így vicc. Jó. Hangfalon nem olyan rossz, botrány fos konkrétan a hangkeverése a játéknak. Tehát nem rossz, hanem botrányosan rossz. Jó, honnan tudunk HP-töltőt venni? Ez itt a kérdés, mert anélkül egy picit így nehéz lesz. Quintustól a shelterbe? Jó, a másik kérdés, hogy ugyanide, hogy fogok visszajutni, hogyha bemegyek, ha visszateleportálok a shelterbe. Tehát végig kell mennem az egész pályán újra? Mert hogy... Fekete kavics azzal? Ja, ezzel a izével? Teleport the user to the last conduit used, except the one in the shelter. Aha, tehát hogy mivel ezt használtam utoljára, akkor ide fog visszateleportálni, hogyha izéből. Jó, akkor azt csináljuk, hogy visszateleportálunk a izébe. Úgy botrány rossz a hangkeverése a játéknak, csak az a baj, hogy konkrétan kiég a fülem már tőle. Hú, és hol van, akitől tudnánk vásárolni? Ez itt a conduit, izé akármi. Ó, nála. Nála tudunk vásárolni. Hey! I have not- Are you mad at me? Stop me. Don't speak. I just said that killing him was one choice. If the way... Yo, yo. But friend, please, don't ignore me, friend. Life and death? It's true. Bocsánat, hogy ezt elnyomkodom, de nem annyira érdekel, hogy mit, izé. Ask about his matter of life and you death. You said there was a life or death matter? Jó, tehát van egy küldetése. You're here to help? I'm listening. For now. All right then. What happened was, when I was fleeing to the shelter, I dropped some of my luggage. There's no stardust, but the contents are still quite valuable. Where is it? And you said it was a matter of life and death. That's right, friend. Those wares are as valuable as my own life. Jó, elhagyott valami cuccot, amit meg kell találnunk neki. I'm begging you. If you find my belongings, I'd be willing to give you the best trash. Fine. In a flooded inner area city deep in the inter-city rampart. It's really dangerous, though. It's crawling with monsters. I hear there's also a mutant wastewater crawler with a shell harder than steel. Be there. Jó. Conclusion. Anyway. Thank you for your just let me prepare a moment. How jó. Can this humble servant be of service, friend? Vettem néhány HP-töltőt. I look forward to your next. Amúgy meg kellett volna nézni, hogy a izémben van-e a storage-ba. Mielőtt elveszek 20 HP-töltőt. Pláne, hogy 16 lehet nálam, tehát valószínűleg volt. Hey, sweetie, what's up? Fejleszünk a fegyveren. Úgy. Thank you. Jó lesz az még. Jaj, csak meg akarom nézni, hogy amúgy mennyi van még. A storage-ot ugye ennél a nőnél érjük el, yes? Zoe, the survival... The
people of the nem érdekel ezt most. Killing him will... Megöltük, mert meg kellett. Bocs, nem szoktam, tudjátok, így ennyire izélni, de... Jó, 42 HP töltünk. Jó, és akkor most kéne elhasználnunk... Be. Ezt. Jól jön majd még az... Amúgy jeget kaptad, azon a mappon lehet jégre érzékeny. Azon vagyok. Direkt arra váltottam, mert az volt az utolsó, amit kaptunk ezen a mapon. Szóval a jégen vagyok rajta. Ja, és halkabbra veszem. Vissza. Bocs. Én nem tudom, hogy a jégre mennyire érzékeny. Nem tűnt annak amúgy. Fene se tudja. Na lássuk. Ez még tök jó lenne ma elpusztítani a következő pár percben ezt a mocskos hárpiát. Csak jó lenne, ha azt csinálna a játék, amit irányítok neki. Vagy szeretnék irányítani, mert az, amikor így dodzsolsz egyet és így megáll egy helybe, az nagyon nem szimpatikus. Jó. Ez jó volt. Azért most jóval nagyobb damage-eket kap, nem? Vagy csak én halúzom be? Ha be is tanolt az a izé... Valami... Nyugi. Mindjárt el fog ugrani, mert fél HP-ra leütöttük. Jó, semmi baj. Igen. Nagyon jó, most szól a csicskáinak. Meg közben majd elkezdi a padlót izélni. És akkor gondolom, ha... Ja igen, közben még lövöldözik is. Szóval ha leszettük a csicskáit... Pont benne vagyok! Na kap be! De baszd meg! Megint nyomom a hátra dodge-ot, és nem... A rohadt életben! Jó, itt Milán, hello! Mocskos volt, idegesítő az ilyen!
És az, innen meg miért nem lehet elérni a storage-et? Tehát miért kell consumable itemet használni ahhoz, hogy hozzájuss a saját cuccodhoz? Na, ezek, a, ezek az ilyen nem átgondolt dolgok a problémáik a játékkal. Mert az a baj, hogy a Town Portal, mert hívjuk annak, a Town Portal is nem végtelen, hanem limitált mennyiségű, illetve a visszajövő is limitált mennyiségű. Tehát innentől kezdve ez egy kicsit köcsökség, hogy csak azért, hogy én heal potit kaphassak, tárgyakat kell elhasználnom. Tehát most 14 maradt a 16-ból, nem tölti fel. Bloodborne style, de a Bloodborne-ba lehetett teleportálni ingyenesen, nem pedig eszközbe került. Hatalmas különbség. Hatalmas különbség. Tehát nem egy olyan tárgyat használtál, amiből limit mennyiséged van. Na basszus, nem figyeltem. Azt hittem az első el fog kapni. Megnyomtam a healt. Amúgy. Még egyszer megnyomom a healt. Most megtörtént, kösz. Azt a pörgő forgót. Szép. 190 damage. Fingás a 190-es, de mit adom. Ó, és átjön az tárgya. Jó van. És megint nem, ez nagyon-nagyon rossz. Nem szabad ilyet csinálni. Nem látod a karakteredet, nem tudok reagálni. Nem látom, hogy hol van a nagy. Miközben amúgy támadnak a kicsik, és nem mozd... Rohadt életbe már. Halál. Tehát, hogy ez megint megnyomom kétszer az ütést, és megnyomom a dodge-ot, és ott áll a karakterem így. Fos. Jó, hát...
maradjunk annyiba, hogy a harcrendszer nem túl jól van, még azért itt azon lett volna mit csiszolni. Tehát, hogyha most ugye a Souls-like vonalon itt össze akarnék hasonlítani, ugye az utóbbi időben ez a harmadik, amivel játszunk, ilyen Souls-like játék, azért a Steel Rising az magasan sokkal jobb. Mondjuk az egy teljes áras játék. Vagy közel teljes áras játék. A fülem kiég úgy, hogy a konkrétan a keverőmön félre le van húzva. Feléig le van húzva. Ja, látom, jó. Ennyit a HP-ról. Értem. Tehát a kör, amit kirajzolsz játék, az csak kamuból van. Jól van. Akkor ezt így... hagyjuk. Tehát a kettő között voltam. Nem látom, mi történik. Érdekes, hogy amint így a fight része van, azt egész jól tudjuk hozni. Tehát azért halok meg, mert konkrétan a kicsi genyókkal kell szarakodnom, mindaközben, hogy ő fönt repked. És lövöldözik rám. Ez a rész jön most, ugye? Akkor leidézi a tetyáit. Inkább megiszok egy HP töltőt. És dobálja izé. Fú, az mázli van. Jó, egy megvan. Gyere ki! Jó. Most fogja dobálni. Csak nem látom, hogy hol van. Jó, ott van. Au. Ne! Lökött oda, ahol tehát bent voltam, tehát ugye lerakta a földre azokat azt, ahol robbantani fog, vagy hogy mondjam, és én bent voltam az oszlop mögött, és a kis sikítós, mit tudja, a kis hárpia, az meglökött, és belökött abba a körbe, ahol kaptam a damage-et. What do you need? Tehát, hogy... Ö...
and your manners. Siete. Oh, Sir Pichu, hello, hello. Ja, Istenem. Kár érte, kár érte. Amúgy innen látszik, hogy az a része a fightnak, ami ténylegesen a harcról szól, az megy. Tehát ott szépen le is hozzuk a HP-ját félig. Igen, de rajtad volt a skill-es pajzs, azt miért nem védett meg? Azért, mert attól, hogy fizikailag odébb lök, attól nem véd a pajzs. És a lábam alá tette a izét, tehát a pajzs az ugye a physical damage-től véd, az a izé, ami meg robban alattam, azt szerintem az attól nem véd a pajzs. A skill-es cucc. Legalábbis szerintem valami ilyesmi lehetett itt. Jaj, a fületek, meg az enyém is, bocsánat. Sipíts! Azért nem lokkolom, hogy lássam, hogy hova rakja a földre a cuccot. De itt nincs. Csak ugye ez a személyiség, hogy ilyenkor ki tudod matekolni, hogy hol lesz és hol nem. Tehát ugyanúgy nincsen ott itt a hátsó részlegen. Amikor megjönnek a kicsik, akkor nem az van, hogy itt nincs, ahol most állok. Elvileg lejön. Na, szevasz! Annál ott maradtam. HP. És beakadtam a lábába. Tölt fel a HP-m. Forgószél üt meg ilyenkor. Nem mondok semmit. Mondjuk azt, hogy a skill miatt ugye ott maradtam, aztán az lett itt a so-called vesztem. Jaj! Haló? Oké. Most jön a földre szivatósos történet. Mozog. Jó. Ó,
most a kérdés, hogy a kicsik mellettől le fog-e jönni? Igen, ez nagyon jó, hogy nem látom, hogy ő közben honnan és mit csinál. És megint besztanolódok, és meghalok. Hát, hogy itt ez nevetségesen fog. Édes Istenem! De hogy... Tehát nem a bosstól halok meg, hanem attól, hogy nem a bosszal harcolsz. Pedig ez egy cuki játék. Nem azt mondtam, hogy nem cuki, hanem azt mondtam, hogy nincsen, tehát hogy vannak problémák vele, amiket igenis illett volna megcsinálni, meg kijavítani, meg odafigyelni. Indie játék, ide vagy oda. Ez nem mentség. Persze, hogy kiugrottam. Hát persze. Mázli. Az a baj, hogyha középen futkosok, amikor a kicsik vannak. Ja, lejött. Akkor nem tudok nem vagyok védve az izé ellen. Mondjátok már. Azt, amikor lövi a tollait. Az ellen. És megint a lábába akadok bele, és azért nem tudok eldodzsolni. Áó. Durva sebzéseket nyom. HP töltő, 4-szer nyomom meg, mire 1-szer. Sikerül összehozzam a HP-töltést. Forgószenek, érted? Na jó van, de elmész a picsába, mert megharagudjál, hogy ezt mondom! Eltakarodsz a büdös francba. Húzzál, így is van.
szar! Istenem! És 400-at sebez rám ez a robbanás. És nem tudok eljönni a izéktől, nem, nincsen HP töltöm. Köszönjük szépen. Ez ennyi volt. Legalább sebezni kis hárpiákat, és nézd meg... Na jó. Akkor szerintem már befejeztük ezt. Mindennek van határa, az én tűrő képességemnek is, meg ennek a szarnak is. Mármint, hogy ez a fight, ez nagyon-nagyon-nagyon ostoba. Tehát, hogy... Nem lehet normálisan mozogni, és nem látom, hogy honnan lő, nem látom, hogy honnan jönnek azok a hülye nyilak, közben nézzem a földet, mert a földre izél, nézzem az eget, össze-vissza kéne mozognom a kamerával, amit nem lehet normálisan kezelni amúgy, mert... Lehet, hogy a szenzit majd azon föntebb kell állítani, vagy nem tudom, de hogy így nevetségesen. Az a legrosszabb az egészben, hogy nem a boss fight, tényleges boss fightba halsz meg, hanem abban, hogy ledobja ezeket a kis kicsi izéggenyókat, és egyszerűen nem tudsz mit csinálni. Tehát, hogy figyelek arra, hogy a levegőből, arra, hogy alám mit izél, és akkor még próbálok arra is figyelni, hogy amúgy mi lenne, hogyha az egy kicsikkel is így harcolgatnék, és az a legrosszabb az egészben, hogy a kicsik meg lögdösnek, és nem tudsz, tehát sokan vannak, és nem tudsz mit csinálni. Tehát mindenféleképpen ott így nem tudom, mit kéne előadnom ahhoz, hogy működjön, meg tudjam csinálni, de nyilván majd legközelebbi alkalommal megpróbálkozok vele. Hát ez van, ilyen ez, egyszerűen nem éreztem most ezt a fightot, és nem azért nem éreztem, mert a boss fight, tehát amikor ténylegesen lejön, és vele tudunk harcolni, vagy amikor ő egyedül van, akkor még úgy azt mondom, hogy megoldható és megcsinálható, inkább az, hogy beszpónolod a olyan nedesú sok hárpiát, akivel nem tudsz mit csinálni. Tehát, tehát vagy kilögdösnek, menekülök, azok is még rám ordítanak, tehát, hogy egy kicsit így túl van tolva megint csak. De béna vagyok. Ez meg a másik. Én köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy azért élveztétek az Asterigost. Nem tudom, hogy holnap is ezzel játszunk-e, vagy valami mással, ezt még megálmodom, de jövök holnap is, és pénteken pedig megnézzük majd ugye remélhetőleg, hogy milyen lett a Scorn nevezető undi-bundi valami. Köszi, hogy voltatok, jó pihenés mindenkinek, találkozunk holnap este. Na, ciao!